17. alkalommal rendezték meg a Nemzeti Vágtát. A Szilvás-Váradi megmérettetésen Galaxy történelmi sikert aratott, míg lovasa Tóbiel Zsuzsának első alkalommal szólt a himnusz a Kárpát-medencei lóversenyen. A 22 éves lovas elmondta, hogy egész életében erre az eseményre készült. Június óta vagyok most Molnár Gyöngyinél, hiszen előtte Olaszországban voltam, így is beszéltük meg Molnár Gyöngyivel. Sok kondíció munka. Elsősorban, hiszen a középdöntő és a döntő 5,5 kör volt, szóval oda nagyon sok tüdőmunka kellett a lovaknak. Heti 5-6 napot edzettünk. A 9 éves magyar félvér Galaxy örökös bajnoki státuszba lépett a Nemzeti Vágtán, hiszen sorozatban harmadjára győzött. Molnár Gyöngyi tréner elmesélte nekünk, Galaxy miért is Decset képviselte a verseny során. Pap Gyula, aki a ló tulajdonosa, ő egy helyi vállalkozó, egy decsi vállalkozó, és ő már nagyon-nagyon régóta imádja ezt a versenyt, a Nemzeti Vágtát, és azon keresztül keveredtünk mi így ismertségbe, vagy lettünk nagyon jó barátok, mert most már mondhatom, hogy inkább barátok vagyunk, mint munkatársak, vagy tehát nem hivatalos igazából a viszonyunk, egy nagyon-nagyon-nagyon jó ember. És nagyon régóta szerette volna, hogy Decs ott álljon a dobogó legfelső fokán. A jelenleg hatályban lévő szabályok alapján Galaxy, az örökös bajnoki címmel rendelkező ló nem vehet részt a továbbiakban nemzeti lovas versenyen. Szilvásváradon is hiába volt kisebb kerületű a pálya, ez sem okozott neki problémát, mert tényleg akkora klasszis, fantasztikus lóról beszélünk, fantasztikus tehetség. És hát így a legnagyobb boldogság is, hogy ő emiatt örökös bajnok lett, az mellett a legnagyobb szomorúságunk is, mivel nem tudjuk, hogy mi legyen a ló további jövője, ugyanis az örökös bajnoki címmel a jövő lehetőségét is valamilyen szinten elvettük tőle. A mindent eldöntő végső vágta mezőnye történelminek mondható, hiszen korábban még sosem fordult elő, hogy csak női résztvevői voltak.